Isti! Hey, hey, hey! Sziasztok, srácok! Itt vagyunk a következő Rocket League gameplayünkben. Hey, sziasztok, srácok! Itt vagyunk a következő Rocket League-ünkben. Beach Ball-t fogunk játszani, így van. Ez egy ilyen extra kis event játék, ugye. Tulajdonképpen annyi a különbség, 2v2, és annyi a különbség, hogy gyakorlatilag kicsikét ilyen lightosabb a labda. Ugye egy felfújt strandlabdáról beszélünk. Ami az egészen úgy viselkedik, mint az igazi normál labda ebben a játékban. Sokkal könnyebb, képes össze-vissza repülni, és az egy gyönyörű lehetőség tudna lenni, hogyha nem edik a béna, mint szoktam lenni, és el is ugrok a francba tőle, köszönöm szépen. Jó, megyünk szépen rá. Nagyon nehéz. Egyszer próbáltam ezt a játékmódot, és nagyon bénák voltunk benne. Az micsoda jó! Gyerünk, baby! Oké, nyugodtan cseszk. Jaj! Nem nagyon! Jó, rendben. Szépen koncentrálunk. What a save, persze, hogy az. Jaj, de szép volt, őristen. Okay, így meg tud csavarodni a labda. És igazából sosem tudtam még én ezt a való életben is az ilyen strandlabdáknak, hogy merre repül ez majd valójában. Ej, de gyönyörű volt. Mi van? Mondja cica. Hát magyaráz itt közben. Ojjajjajjajjajj. Jó, gyönyörű. Gyönyörű. Ezt így kell csinálni. Ezt így kell csinálni. Mi a baj? Dumál ez a majom. Na. 1-0. Hát nagyon béna vagyok benne. Azt tuti. Tehát a 100%. Látható. Nem baj, nem baj. Tehát azért szeretem az ilyeneket kipróbálni az ilyen nem hagyományos dolgokat. Meg még bőven benne vagyunk a lehetőségben. Az nem a tied. Gyerünk, haver! Úristen! Jó, nem baj. Igen. Aj, de nem vagyok ott, haver! Ó, te jó Isten! Jó, nem baj. Nagyon szép, a srác jól játszik. Az igazából most már csak miatta próbálok jól lenni. Jézus Isten! Nagyon jó! Annyira jó az. Oké. Okay. És figyeld meg, be fogja tudni. Nem tudja, jó. Igen. Viszi. Annyira nehéz ez, én is tudom, hogyan kéne ezt megrúgni egyébként normálisan. Őszinte leszek veletek, tehát fogalmam nincs. De ők se tudják, tehát senki se tudja. Igazából. Vélegesen akarom azt hinni, hogy senki se tudja. Persze ők már erről, már minden... a srácot jól megszivattam. Akartam. Kicseszek vele. Igen, ez kiszedik. Fú, de szenvedős. Nem? Ez az? Wow! Hú, de jó, hogy felugrottam! Az akkora gól lett volna, mint a fos. Nem nagyon. Ez az, előre, nagyon jó. Istenem, ezt... Hogy fogjuk mi ezt berúgni valaha is? Elképzelésem sincs, jó? Jó az. Ezt nem hiszem el! Én ezt... De ekkora mázjuk hogy lehet? Valaki magyarázza már el nekem. Ez... Na jó, hagyjuk. Nem megyek bele, nem kezdek el hisztizni brutálisan. Fölösleges. Bum. Megkaptam. Ez van. Gyerünk. 2-0. Hát ezt nem tudom, hogy fogjuk tőle hozni. Ú, de jó! Ott van! Let's go! Miért ijedtél meg? Ne ijedjél meg, majom. Erre van szó. Hey! Berúgtam, cica. Fogalma nincs, mi történik. Na, gyerünk, 2-1. Még meg lehet. Nekünk nem akarna egy ilyen szerencsés bepattanás történni? Ó, te jó ég, haver! Jó! Ne! Jó! Ne aggódj, látom már, shittelsz. Mennyi maradt, mennyi múlt? Ezzel szerintem kb. Elmegyünk. Mindig van 2 perc. Mindig van 2 perc a meccsből, ami nagyon sok idő. Ez nagyon szép. Gyönyörű. Az tényleg szép, csak nem vagyok rajta, baszki. Ajj! Jó. Hát a srác nem nagyon ment a végig ott azért. Puha.
Én mindig abban bízok, hogy így beesik, így véletlenül. Bam! Ott is van! Let's go! Basszus, majdnem szépen berúgta. Nagyon közel volt, hogy berúgja. Nézd meg, azt hittem, az bemegy. Aj, de jó, hogy ott voltam. Thanks. Még az nem igazán az én társam volt. Fú, de szép volt. No problem whatsoever. Gyerünk, van másfél perc. Az szép. Az nagyon szép. Jaj. Jó, elől. Nagyon elől. El fogják szarni. Ez az! Comeback is real! 3-3, baby. Így de temettem ezt a meccset már. De ott is van. Ott is van. Hát finnyuk nincs az egészről. Hát halvány le, a finnyuk nincs az egészről. Menj érte, cowboy. Fel a kezekkel, gringo. Parkolni kéne a buszt egy kicsit. Aztán egy öngol, figyelj. Ne, túllövöm! Jaj, de miért? Miért? És ezzel lehet, hogy... De nem, szerencsére semmi. Fú, de kár volt így belebikázni. Mi a szarnak bikáztam bele? Én magam se tudom. Ez még jó is lehetett volna. Nehogy berúgd. Jó, előre, szépen. Az nagyon jó. Jó. Na, csinálsz le valamit? Hova ugrálgatnak amúgy? Ne, Léci, ne! Ezt nem hiszem el, ezt nem hiszem el! Hát honnan hoztam pedig vissza? Na Istenem. És akkor nekem ilyet, hogy én vagyok béna ebben a játékban, azt a társam mit csinál? Full nulla a szegény. Aj, meg ott meg kellett volna tartani azt a rohadt labdát. Jó, én is hibázok sokat, tudom, de... Én nem vagyok hajlandó azt elfogadni, és ezt töltek azt, hogy szar vagyok. Mert nagyon sokan ilyetek, hogy jó, szar vagy, ne erőltesd. De miért lennék? De nem e-sport megy itt, ezen a csatornán, nem tudom, hogy feltűnt-e már. És aztán az is bemegy, öcsém. Hát mondom, megőrülök. Na, szép, gyerünk, ez az, ott van, végre! Shine bright like a diamond. Gyönyörű volt, na végre büszke lehetek rá. Jaj, de szépen csinálta. Fogalmuk nincs, nagyon jó. Mi van? 4-4. Alright. Gyerünk. Új, azt még a seggével kellett jobban megütni. Nehogy ebből rúgjanak egy gólt, gyerünk vissza! Aj, össze-vissza megy! És lehet abból egy hosszabbítás esetleg. Jó, hosszabbítás, nagyon jó. Na most kell nagyon figyelni. Jó, blokk. Megyek visszavédeni. Ó, basszus. Rúgd előre. Jó, semmi. Menj előre, labda, jó? Ú, az jó is. Az jó lenne. Az jó is! Gyerünk! Szép lett volna. Bírom, hogy még van idejük így még csetelgetni közben amúgy. Szép, gyönyörű! Az már nem. Bazeg, rajtam ment el. Aj, de kár érte. Fú, nagyon kár érte, srácok. Uramisten. Aj. Jó. Okoskodtam itt közben, aztán nem lett meg. De nagyon kár érte, Jézus Isten. Pedig jó volt. Felhoztuk kétszer is. Kétszer is egyenlítettünk, igaz? Azt hiszem. Kár érte, nagyon kár érte. Elhittem, hogy nyerni fogunk. Hát ez van. Nézzünk még egy normál meccset. Na, itt vagyunk egy normál 2v2-ben. Most vissza kell szokni a labda súlyához. És szerintem az nem lesz olyan bonyolult dolog. Mint megszokni a strandlabdát. Na, ki tudja védeni? Dehogy tudja. Jó, 0-1-el kezdünk. Semmi gond. We are all good. Jó lesz ez. Kezdeti nehézségek. Voltak némi technikai problémák egyébként a videó készítés közben. Ezért sem a visszaszámlálástól látjátok a videót.
mármint így ebben a meccsben. Nem megyek bele, jó? Maradjon meg nekem ez a dolog. Jó. Úgy, nagyon jó, szépen magatok felé, így. Basszus, de kár, hogy ott volt. Pedig az szerintem simán gól lett volna. Na, adja be középre, gyönyörű vagy fiam. Nem eléggé, jaj de jó az pedig. Jaj, basszus, azt hittem bevédi. Nagyon ügyesen védenek egyébként. Good defenders. Szépen csinálja a srác, így hagyom érvényesülni. Ha csinálja, jaj de szép. Aj, de még szebb aerialt láthattunk sajnos. Nem baj, látom ebben a potenciált még bőven. Na. Nem gond. Ezt nem gondoltad te se komolyan. Van még bőven időnk, bőven van még, nem szabad azért kapkodni. Azt le lehet támadni. Aj, de jó helyen van nekik ez. Jó, le tudtunk kontárkodni. Ezt kérem a sarokba. Nem vettem föl, nagyon jó. Húha. Jó, nem jó. Ezt vinni kellett volna inkább. Ezt most elszartam alaposan. Jó. Oké. Igen. Mindent lever a macska. Igen, te. Rólad beszélek. Oké, ezt meg lehet támadni nagyon jól. De mindig ott vannak, ahol lenniük kell. Minden alkalommal ott vannak, ahol lenniük kell. Egyszerűen elképesztőek. Igen. Jó. Ajj, alattam pattan el. Az a rohadt labda, és az viszont lehet, hogy gól nekik, és lezárom. Nem eléggé. És nem. Jó, mászni, ez csak mászni. Gyerünk, azt meg kell rúgni. Be kell rúgni. Ott van. Jó. Féltem, volt egy pici param, hogy azért az egy kapufa lesz. Picit nagy erővel mentem neki, de nem akartam véletlenre venni se. Még sehol nem voltak mögöttem. Oi, de jól bement, pont alá csúszant, hál' Istennek. Jó, egy. Egy győzelem jó lenne azért ebbe a videóba. A srácéként jól játszik, akivel vagyok, abszolút meg vagyok elégedve. Jaj, de jó az! Az meg nem jó. De hát jó, szerencsése jött ki. Igen, ez nem tudott mit csinálni. Igen, mert ugye egy darabig azt akarta, hogy a bal szélnek neki megy, és akkor kivédi. Ja, ugye egy szerencsém volt, berugattam vele. 2-1, 2 perc van hátra. Ki kell bekkelni. Kéne még egy gól, hogy legyen egy kényelmes vezetés. Jó, az társamé. Wow. Jó. Oké. Takarítsuk el az útjából. Viheted, fiam. Úgy. Ügyesen. Nagyon szépen csinálja. Ó, basszus kulcs. Azzal én már nem fogok tudni mit kezdeni. Kár érte. Ezt ügyesen letámadták. Hát nincsen meg a kényelmes vezetés. Sőt, gyakorlatilag a vezetés nincs már meg. Mehetsz érte, fiam. Nagyon jó. Oké. De megtámadhatják azt. De ott vannak hagyva. Cseszd meg! Ezt nem hiszem el. Jó, nem baj. Egy gólos hátrány. Nem baj. Nem fogunk beszarni. Jaj, de szépen csinálták. Na ez nekem nem megy. Ez még nincs meg fejbe, hogy fog emelkedni. Mit tudom én. Tudom az elméletét, de gyakorlatban én ezt meg se próbálom, mert csak elmegyek a labda mellett. És agresszívabbnak kéne lennünk egyébként. Na az azért... Na ebből mi lesz? De nem vagyok ott. Szép, gyönyörű! Jaj, de tudja! Istenem. Egy percünk maradt egyenlíteni. De
de jó rövés, csak ott van. Szép védelem. Szép, az nagyon szép. De tudod fejezni, de hogy tudod? De mehet az még. Ez az! Let's go! Jó. Fú, de kellett az. Úristen, fél perc van hátra. Jaj, de azt hitte, hogy bal szélre fog menni. De azt hitte. Vagy neki jobb szélre. De nem oda ment. Nagyon nem oda ment. Megint itt vagyunk, megint vagyunk. Egyenlőnél. Mert megint lesz egy hosszabbítás, nem tudom. De szar volt. Na, az nagyon csúf. Jó, hál' Istennek túladta. Mehet, viheted, all the way. Tied. Aj, de szép lett volna még az, hogy még elkapni. De nem, jó. Na most meg kell nyerni. Csávókám, merre van? Kapuba, okos. Tudod is ki az orrom? Jaj, de szar! Meg tudod kap? Fogd meg! Jó. Gyönyörű. Oda meg lehetne azt támadni. De óvatosak vagyunk. Jaj, de utálom ezt. Csináld. Jó, rendben, köszönöm szépen. Hát ez nem tudtam már mit csinálni. Ez van. Társam már ki is lépett abban a pillanatban. Nem tudja, sok haszna lett volna egyébként a srácnak egész végig. Megint azt mondom, állítatom. Srácok, 3 gól az 3 gól, tehát csak miattam. És nem nagy képviségben mondom, azért voltunk egyetlen meccsben is, mert luktam 3 gólt. Ennyi. Úgyhogy nem lehet semmi akkor panaszolni, azt gondolom. Remélem, hogy élveztétek az outro. Remélem, srácok, hogy élveztétek a videót. A leírásban egy csomó linket megtaláltok, mint például az Isti Butikot, valamint az Instagramomat és a Facebookomat is. Érdemes mindenféleképpen követetek ott engem. Remélem, hogy élveztétek. Sziasztok, gyerekek! Hey.